Miskolc Aktuál. Szaniszló Bálint podcastje miskolci témákról. Arról, ami foglalkoztatja a városban élőket. Arról, amiről az utcaembere beszél. Mai vendégem Szendrey Mihály, a Miskolc és Térsége Turisztika Egyesület elnöke, és hát egy nagyon aktuális, nem éppen szívderítő téma adja az alapokat. Szeptember 6-án leégett a Miskolc Taborca barlangfürdő ugye nagy része, és így a létesítmény használhatatlanná vált, és ez hát elég furcsa helyzetet alakított ki az idegenforgalomban, turisztikában, illetve ebben a tevékenykedő vállalkozások körében. Hát igen. Próbálom megfogni, hogy honnan kezdjem, mert azért hosszú a lista most már azon nehézségek tükrében, mint a történelemben, ami egy-két év, inkább 4-5 évre visszatekintve. Így van, igen. Hiszen csupa olyan dolgok történtek leginkább a turizmusban, amik még soha a történelemben nem. Például legalábbis Miskolc történetében semmiképp sem. És ez ilyen volt a Covid, amivel többször leállás volt, aztán rögtön jött, szinte alig, hogy kilábaltunk belőle egy háború, majd jött a háború után egy inflációs helyzet, majd jött egy energiaválság. Szóval én azt gondolom, hogy a turizmus ágazatát rengeteg dolog sújtott az elmúlt időszakban, és ha ezt pozitívan lehet értékelni, akkor az, hogy sikerült mindig kilábalni valahogy belőle. Így van. És nem láthattunk tömeges bezárásokat, vagy csődöket, vagy olyan tragédiákat, amik egy-egy vállalkozás sújthat. Tehát ha ezt nézzük, akkor a vállalkozói kör, a gazdaságnak ezen része, ezen szereplői elég kitartóak, erősek, mind gazdaságilag, mind lelkileg, és úgy gondolom, hogy kötődnek is a városhoz. Ha lehet ezt lokál patriotizmusnak mondani, akkor azt gondolom ez az, mert vehették volna a sátorfájukat is, és mennek egyel arrébb. Tehát én azt gondolom, hogy még mindig kitartanak Miskolc mellett, még mindig úgy gondolják, hogy ez az ő városuk. Érdemes itt energiát, erőt, munkát fektetni abba, hogy turizmust csináljunk, hogy fogadjuk a vendégeket. Még mindig úgy gondolják, hogy Miskolc elég értékes ahhoz, hogy ide érdemes legyen ellátogatni. Van elég attrakciónk, van elég látnivalónk, élményüzenetünk és élményünk ahhoz, hogy a vendégek úgy jöjjenek ide és úgy távozzanak, hogy viszik a jó hírét Miskolcnak. Én úgy gondolom, hogy ez most is így van. A jelenlegi helyzet már egy ilyen rutinszerű mechanizmusokkal indult, és természetesen, ahogy látható volt az első estén, hogy mennyire lángol a fürdő, azt gondolom, hogy nyilván egy sokk és egy pánik állapot, helyzet alakult ki, hiszen azért olyan hírek, vagy olyan, hogy mondjam, szóbeszéd is kialakult, hogy talán porig égett a fürdő, és semmi nem maradt belőle. Azért egy ilyen helyzetben természetes, hogy minden is megkérdőjeleződik. Így van. De azt gondolom, hogy másnap, illetve talán egy-két nap után azért ez most már egyértelműen látszik, hogy főleg a mai nap, hogy egyáltalán nem ez a helyzet, egy új helyzet van, hiszen a tetőszerkezet az, ami megrongálódott. Azért mondom ezt a szót, mert nem Így is van. Teljesen égett le még a tetőszerkezet sem. És pláne nem az egész épület tetőszerkezete. És én jó magam a helyi önkormányzati képviselő úrral és az igazgató asszony körbe is jártam az épületet a tegnapi nap során, tegnap előtt, és azt tapasztaltuk, hogy nem akkora nagy a kár, tehát nagyobb kár inkább a oltási vízből eredő következményekből adódik. És azt gondolom, hogy ez egy, mondjuk egy, ha elképzelhetjük, akkor ez egy nagyobb csőrepedésnek az állapotát kell elképzelni, csak mondjuk majdnem az egész épületet eredően. Viszont ez mégiscsak egy sokkal jobb helyzet, mint ahogy az első pillanatban látszódott. Jó magam, illetve a kollégáim és az egyesületi tagság abban reménykedik, és abban hisz, hogy ez akár évvégéig
orvosolható és megnyitható részben vagy egészben, de minimum részben, az azt jelenti, hogy a fürdő épülete, tehát a fürdőzőknek a lehetősége, fürdőzésnek a lehetősége, fürdőzőknek érkezésének lehetősége az meg legyen teremtve év végéig. Ez egy nagyon fontos prioritás, hiszen ebből rengeteg vállalkozás és annak rengeteg dolgozója, családja, a megélhetése van biztosítva. Igen. Ezek nem lózungok, hanem ez valóban így van. És persze kettős a feladat, tehát nem csak az a cél, hogy nyisson évvégén, hanem hogy addig mi történik. Hogyne, pontosan. És tegnap egyesületünk tartott egy taggyűlést, hogy ötleteljünk és értékeljük persze a helyzetet, és ötleteljünk, ezen ott volt a Bajusz Gábor helyi önkormányzati képviselő, aminek nagyon örülünk, illetve a Németh Judit, a Miskolci Fürdő Kft. Ügyvezetője, és a Boltmár Krisztina, a Midmar Kft. Ügyvezetője, kommunikációs marketingért felelős Kft.-nek a vezetője. És persze rengeteg olyan tagunk, akik attrakciókat üzemeltetnek, szálláshelyeket üzemeltetnek, és egyébként szakemberek is. És az egésznek talán az a konklúzió, nagyon sok ötlet és javaslat hangzott el, és az egésznek a üzenete az, hogy természetesen Miskolcra továbbra is érdemes jönni, továbbra is fontos, hogy hangsúlyozza minden szolgáltató, minden érintett, és egyébként talán minden lakos is, hogy Miskolcnak azért számtalan értéke van a barlangfürdőn kívül is. Most a feladat az, hogy ezt hogyan tudjuk minél szélesebb körben terjeszteni. Az egyesületünk egy szakmai tímet szeretne összeállítani, ez a jövő hét folyamán meg fog történni, és akarunk olyan szakmai javaslatokat letenni az asztalra a adott városvezetésnek, hiszen kicsit áldatlan az állapot e tekintetben, mert az előző már nem annyira van funkcióban, vagy hogy is mondjam, a hatáskörét tekintve a helyén. Nagyon fura helyzet, nekik is, tehát én nem bántásképpen mondom. Az új pedig még nem tudja ellátni, hiszen jogszabály szerint nem láthatja még a feladatát. Ennek ellenére én azt látom, hogy mind az előző, mind az új csapat együtt működik, próbálnak úgy működni, hogy egymáshoz képest viszonyuljanak és segítsék egymás munkáját. Tehát nem véletlen az, hogy mind a két polgármester úr nyilatkozott már az első nap. Hát én ezeket nagyon jó folyamatnak tartom, és ezt szeretnénk segíteni, és hozzátenni a mi részünket, a szakmai részünket. Azt gondolom, hogy Nagy Márton úr mai bejelentése, hogy a miniszter úr bejelentése, hogy teljes messzélességgel a kormány kiáll a barlangfürdő helyrehozatala mellett. Én azt gondolom, hogy azért ez mindenképpen biztató, és ehhez szeretnénk, mivel ő is említette, hogy szakmai szervezetekkel felveszik a kapcsolatot. Én úgy gondolom, hogy azért a mi tagságunk közel 100 fős tagság, és ebben rengeteg szakember képes tenni olyan javaslatokat, amelyeket érdemes megfontolni. Úgyhogy bízunk benne, hogy ezek is eljutnak hozzájuk, és megfontolják. De itt most van egy időfaktor is. Tehát az, hogy hogyan fog ebbe az átmeneti időszakban működni a turizmus a Miskolcnak, ebben nem csak egy ilyen elméleti, szakmai gondolat van, hanem egy nagyon súlyos, hogy is mondjam, talán a súlyos szó az nem jó, de egy nagyon hogy mondjam, gyors reagálást igénylő, egy nagyon prompt, egy nagyon válságkezelő megoldások szükségesek. Ez azt jelenti, hogy nincs idő arra várni, hogy majd a következő önkormányzat elfoglalja a helyét, bár én megértem, hogy ezt jogszabály ezt így követeli, de nekünk viszont nincs időnk mire várni, nekünk nagyon fontos, hogy a országos médiában minél gyorsabban az legyen látható, hogy miért, mi másért is érdemes még Miskolcra jönni, és ehhez egy nagyon hatékony, nagyon ütőképes, és nagyon sikeresen, eredményesen működő kampányra van szükség minél előbb. Igen. Tehát ehhez is nyilván forrás is kell, de alapvetően idő, az időfaktor nagyon fontos, hogy ez minél gyorsabban megtörténjen. Tehát ha ezt sikerül jövő héten valahogy elindítanunk, és akár egy néhány napon belül lesz nyitott fülekre talál, akkor azt gondolom, hogy e tekintetben is egy megnyugtatóbb helyzet áll elő. Ebbe a kampányba természetesen ugye itt a fürdő kapcsán a
fürdőturizmus és annak célcsoportjai állnak a fókuszban, hiszen a többi turisztikai ág Miskolcon úgymond működik tovább természetesen, tehát akár a hivatásturizmus, kerékpáros turizmus, a sportturizmus, fesztiválturizmus, tehát borturizmus, tehát azért vannak olyan, vagy akár a kulturális turizmus, természetesen aktív turizmus, egészségturizmus, tehát vannak olyan turisztikai ágak, amelyek nem biztos, hogy meg fogják érezni, vagy nem úgy fogják megérezni, ahogy azt a fürdőturizmus, vagy éppen a maga a tapolcai szállásadók. Tehát éppen ezért az Ellipsum élményfürdőre most sokkal nagyobb fókusz kell tenni. Egyébként ezt már mi korábban is mondtuk, amikor megnyitott, hogy ezt egy pont egy podcastban is beszéltünk róla, hogy nagyon fontos, hogy akkor, amikor talán először újra bezárt, hogy bár ez is ilyen furcsa, hogy először újra bezárt, na mindegy, szóval, hogy amikor az Ellipsumnak voltak gyengébb pillanatai, akkor már szintén jeleztük, hogy nagyon nagy marketinget kell hozzá kapcsolni, hogy az országban ismerik ezt a fürdőt, hiszen ez egy új, egy modern, egy innovatív fürdő, amelyet érdemes megtekinteni, érdemes kipróbálni, és nem fognak csalódni. Sajnos talán itt még a helyieknél is valahogy egy rossz attitűd alakult ki. Igen, talán az fürdővel kapcsolatban, nem vagyok benne biztos, csak én arról szeretném biztosítani még a helyieket is, hogy menjenek és próbálják ki, mert a legtöbb vendégnek egy pozitív élménye az, ami ott keletkezik. Egy nagyon kellemesen, ha rossz véleménye volt, vagy azt hallott róla, akkor kellemesen csalódik. Tehát ez egy nagyon kiváló fürdő, és igazán jól lehet élvezni a szolgáltatásait. Plusz a fürdő szolgáltatásai most a akvaterápia bezárásával ugye ki fognak egészülni néhány egészségturisztikai szolgáltatással. Tehát azt gondolom, hogy még színesebb lesz a kínálata, és érdemes megtekinteni, kipróbálni, hogy na, milyen a fürdő. De erre természetesen kommunikációt is tenni kell, tehát el kell látni marketing, PR és egyéb kommunikációs tevékenységekkel, és hogyha ez sikeres lesz és eredményes, akkor a tapolcaiaknak egy, hát nem azt mondom, hogy kiváltja a barlangfürdőt, de enyhíteni tudja azt a veszteséget, ami várhatóan a fürdő bezárása miatt valamennyire azért érezhető lesz. Nagyon fontos, hogy azt érzékeltessük, hogy ez átmeneti, tehát hogy a célunk mindenki az, hogy év végéig megnyíljon, és nagyon fontos az, hogy tegyünk egy stratégiai lépést a tekintetben, hogy mi más van, és ezt itt fókuszba természetesen a Tapolca kapcsán a Ellipsum élményfürdőt tegyük. Tehát ezek a fő prioritásaink, és ezek a fő elképzeléseink, és mindenképpen hiszünk abba, hogy Miskolc egy olyan város, ahol érdemes érkezni, érdemes ellátogatni. Ugyan még nem, most nem ez a fő téma, de egy ilyen idénynek a vége felé tartunk már, ugye nyári idénynek. Lehet valamiféle gyors mérleget vonni, hogy milyen volt a idegenforgalmi turisztikai tényezők szempontjából ez a nyári idén Miskolcon? Akár a fürdőturizmusban, de más tekintetben is. Hát ha most nem történt volna ez a barlangfürdővel, akkor igen, valószínűleg erről beszélgetnénk. Van, igen. És akkor talán másképp is beszélnék, mint most. Most azt mondom, hogy talán ez nem a legfontosabb téma, és nehéz is lesz most így például igen, a következő szezont is majd hasonlítani ehhez a szezonhoz, mert ugye ezek az események mindig hatással vannak a vélemények, vagy tehát a véleményeket alakítják ezek a hatások, ezek a hírek, minden negatív hír és minden pozitív is természetesen, de sajnos a negatív jobban. Igen. És ezeknek sokszor hosszú távú hatása van. Tehát olyan is van, aki még a energiaválság ideje alatti bezárást úgy érte meg, hogy még mindig zárva van a barlangfürdő. Tehát nagyon nehéz átfordítani egy ilyen helyzetet pozitívvá, illetve megújult át, viszont az mindenképpen a jelenlegi pillanatban előny, hogy a kormány teljes merszélességgel a barlangfürdő megújulása mellett van. Ez mindenképpen egy olyan pozitív dolog, hiszen kommunikációban megkönnyíti a dolgunkat, majd egy esetleges nyitást is meg fog könnyíteni annak kommunikációját, és így azt gondolom, hogy ez megint egy megnyugtató helyzet, hogy nem ugyanaz a helyzet áll elő. Az előző szezon egyébként Tapolcán, ha a tapolcai szállásadókat nézzük, akkor úgy tűnik, hogy nem volt visszaesés. Jelentős növekedésről sem számoltak be, bár az Ellipsumra való érdeklődés folyamatosan nő egyébként.
ez most a nyáron talán Igen, látszódott a érezhető legjobban, volt már. úgyhogy ez itt eltolódás van, vagy változás van, hiszen ahogy telik az idő, egyre többen ismerik meg, vagy kíváncsiak rá, és ez természetes, de örülnénk, ha ez egy olyan kommunikációval párosulna, amit még többen is tudna érkezni. És természetesen azért az jót tesz, hogy a városnak rengeteg rendezvény eseménye volt a nyáron. Ezek ugyan többségében kisebb események, de voltak nagyobb sporteseményei is, amelyek nemzetközi szinten is hozták a turistákat, a szállásadóknak szálláshelyeket, és ezek növelték a vendégészaka számokat. Tehát azt gondolom, már ebből is, amit most elmondtam, látszik, hogy nem csak a barlangfürdő az, ami a város turizmusát érteti természetesen, de nyilvánvaló mindenki számára, hogy a fő húzóerő. Ez tény, igen. És a legnagyobb értékünk, hiszen a Magyar Értéktárnak a része, az egyetlen olyan attrakciónk, ami része a Magyar Értéktárnak. Vannak olyan strukturális problémák, amiket mi látunk szakmailag, amin kell majd változtatni, de ennek már az új városvezetés lesz a felelőse. És azt gondoljuk, hogy vannak olyan nemzetközi és hazai trendek is, amivel foglalkozni kell. Ilyen például az, hogy Miskolcról a helyi lakosság egyre nagyobb mértékben tud, hála Istennek, elutazni, nyaralni, és máshol, igen. máshol élvezni a turisztikai attrakciókat. De ez azt is jelenti, hogy a belső piacunk csökken, és így nekünk törekedni kell arra, hogy a külpiacokat jobban bombázzuk, jobban megtaláljuk, jobban hatékonyabb kampányokat folytassunk a küldő országok felé. Ilyen leginkább Lengyelország és Szlovákia, és egyébként ebből a két országból érkezik a legtöbb turista külföldről. Ezeket tovább kell növelni, tovább kell, hogy mondjam, célozni, hogy miért érdemes Miskolcra jönni. Én azt gondolom, hogy ezek a vendégek még akár a barlangfürdő nélkül is ellátogatnak Miskolcra, és ha azt tudatosítjuk bennük ráadásul, hogy ez egy átmeneti állapot, akkor a jövő évi szezont, vagy a jövő évet, így mondom, már úgy kezdhetjük, hogy akár ők ezt nem is érzékelték jelentősen, hiszen lehet, hogy ebben az időszakban most össze nem is terveztek volna jönni, bizonyos csoportok, vagy bizonyos vendégek. Akik pedig jönnek, azoknak természetesen egy B-verziót, az Ellipsumot fogjuk javasolni, és annak a szolgáltatásait kell olyan szinten, természetesen magas színvonalon tartani az üzemeltetőnek, hogy az ide érkező vendégek kifogástalan állapotban lássák és élvezik a szolgáltatásokat. Azt gondolom, hogy ez a beszélgetés és Nagy Márton miniszter úr garanciának tekinthető bejelentése egy olyan fajta folyamatot indítunk, most már csak pozitív hírekről tudunk beszámolni a város idegenforgalmát tekintetében, illetve ez a remény, hogy a Miskolc taposz a barlangfürdő minél hamarabb újra nyílik. Igen, azt gondolom, hogy most már pozitív hírek vannak, reménykeltő hírek vannak, évvégi nyitásba bizakodunk, és abban, hogy a kormány teljes szélességgel kiáll a fürdő mellett, és ez azt is fogja jelenteni, hogy ez alatt az átmeneti időszak alatt is kap segítséget a város, hogy ezt a kommunikációt, amivel muszáj, hogy éljen, hogy a többi attrakció erősödhessen és besegíthessen a veszteségek csökkentésében, ezt is el tudjuk érni. Úgyhogy ez a célunk. Remélem, a következő beszélgetés már tényleg pozitív dolgokról számol majd be. Igen, azt gondolom, de mindenképpen fontos, hogy a városba érdemes jönni, rengeteg eseményünk, fesztiválunk van, piknikre készülünk, ebbe a hónapba barátságmaraton van, Cinefest éppen most zárul, tehát Alszakra Fesztivál, tehát rengeteg olyan eseményünk van, kulturális és egyéb programok, amelyekre, ha eljönnek ide, akkor városba csodálni fogják, hogy milyen színes és milyen értékes, és azt gondolom, hogy minden vendég, aki Miskolcra érkezik, élményekkel fog távozni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.